Howard Phillips Lovecraft A különös, magas ház a ködben 1926 Aki felolvassa, Csirke József Reggel a köt száll fel a tengerről a Kingsport menti sziklánál, fehéren és lebegve száll a mélyből fivéreihez, a fellegekhez, harmatos legelőkről és leviatán barlangjairól szóló álmokkal telten, és később, a csöndes nyári esők idején a fellegek széthintik ezeknek az álmoknak a darabkáit a költők meredek háztetőin, hogy az emberek ne éljenek olyan ősi és különös titkok és csodák híren érkül, amelyekről csupán a bolygók mesélnek egymásnak az éjszakában. Amikor a regék sűrűn szának a Tritónok barlangjaiban és Hínárvárosokban a kagylók az első szülöttektől tanult vaddallamokat zengik, akkor a nagy, csípős ködök összesereglenek az égen, regékkel telten és tengerre néző szemek a sziklákon csak titokzatos fehérséget látnak, mintha a szikla pereme a világ pereme volna, és a bóják ünnepi harangjai szabadon zúgnak a regék pirodalmának éterében. Az Odon Kingsporttól északra a sziklák gőgösen és különösen emelkednek teraszról teraszra, a legészakibb lejtőkig, melyek úgy nyúlnak az égbe, mint egy szürke megfagyott felhő. Egy magányos csúcs áll ott, egy határtalan űrbe merülő szél járt a szírt a meredek partok fölött, ahol a nagy miszkatónik lezúdul az arkamontúli mezőkre, magával sodorva az erdők legendáit és New England dombjainak apró különös emlékeit. Kingsport tengerész népe úgy néz fel ezekre a sziklákra, ahogy más vidékek tengerészei a sarkcsillagra, és az szerint osztják be az éjszakai őrséget, ahogy ezek a nagy medvét, cassiopeia a sárkányt mutatják. Számukra ez a szírt egy az égbolttal, és valóban a szírt elrejtőzik előlük, ködrejti a csillagokat vagy a napot. Egyes sziklákat szeretnek, mint azt, melynek groteszk arcélét Neptunapónak nevezik, vagy azt, amelynek oszlopos fokai a járda névre hallgatnak, de ettől félnek, mely oly közel van az éghez. A behajózó portugál tengerészek keresztet vetnek, amikor először megpillantják, a tapasztalt ilyenkik pedig a halálnál is komolyabb dolognak tartanák, hogy megmásszák, ha ez valóban lehetséges volna. Mégis áll egy ódonház azon a szírten, és esténként az emberek fényt látnak apró ablakaiban. Az ódonház mindig is ott állt, és az emberek azt beszélik, hogy lakik ott valaki, aki beszél a mélyből felszálló reggeli ködökkel, és talán egyedülálló dolgokat is lát a tengereken azokban az időkben, amikor a szikla pereme a világ peremévé válik, és a búják ünnepi harangjai szabadon zúgnak a regék pirodalmának éterében. Ez csak hallomásból mesélik, mert a fenyegető szirtet sohasem látogatják, még távcsöveiket sem szeretik oda irányítani. A nyaralók persze merészen fürkészik a sziklát messzelátóikkal, de sohasem látnak mást, mint a szürke, ódon, csúcsos, zsindejes háztetőt, melynek ereszei szinte a szürke alapokig értek, és a fakósárga fényt, ami az apró ablakokból pislogott elő a szürkületben. Ezek a nyári jövevények nem hiszik, ugyanaz a valaki él abban az az házban évszázadok óta, de eretnekségükről soha nem tudtak meggyőzni egyetlen valódi Kingsportit sem. Még a szörnyű öregember is, aki üvegekbe zárt ólomingákkal beszélget, évszázados spanyol aranyakkal fizet a boltosnál, s kőbálványokat tart víz azon előtti kunyhója kertjében a Water street -en. még ő is csak azt tudja mondani, hogy ezek a dolgok már akkor is így voltak, amikor a nagyapja még kisfiú volt, az pedig kimondhatatlanul régen volt, mikor Belcher, vagy Shirley, vagy Paunel, vagy Bernard volt még ő felsége Massachusetts Bay tartományának a kormányzója. Azután egy nyáron egy filozófus érkezett Kingsportba. Thomas Olney volt a neve, nagy fontosságú dolgokat tanított egy kollégiumban Narragansett Bay közelében. Kövér feleségével és pajkos gyerekeivel érkezett, és személyben fáradtságült attól, hogy már évek óta mindig ugyanazokat a dolgokat látja, és ugyanazokat a fegyelmezett gondolatokat gondolja végig. Neptun apó koronájáról nézte a ködöket, és megpróbált behatolni a titkok fehér világába a járda hatalmas lépcsőin. Reggelente ott feküdt a sziklákon, és nézte a világ peremén túli titokzatos étert, hallgatta a szellemharangokat, és azokat a vadrikoltásokat, amelyeknek a sirályoktól kellett volna származniuk azután, amikor a köt felszállt, és kitárulkozott a hétköznapi tenger a füstölgő gőzhajókkal, felsúhajtott és lement a városba, ahol szívesen járta a keskeny régi ösvényeket dombnak föl és dombról le. Tanulmányozta a roskadozó, bolondos oromzat és düledező kapukat, amelyek a kemény kötésű tengerésznép oly sok nemzedékének adtak menedéket. Még a szörnyű öregemberrel is beszélt, aki pedig nem szereti az idegeneket, de Olnit behívta félelmetesen ódon kunyhójába, ahol az alacsony mennyezet és a szuette favorítás hallja csak a nyugtalanító monológok visszhangját a sötét éji órákban. Persze, elkerülhetetlen volt, hogy Olni észre ne vegye, az ember nem járt a szürke kunyhót az égben, azon a bajós északi szírten, ami egy e és az égbolttal mindig is ott állt Kingsport fölött, és titkairól mindig suttogva járta a szó Kingsport kanyargós utcáin. A szörnyű öregember nagy nehezen kinyögött egy történetet, amit az apja mesélt neki arról, hogy egy éjjelen villám csapott föl abból a csúcsos födelű a magas ég felhőibe. Orne anyó pedig, akinek apró hollanditetős vikillóját a Ship Street-en teljesen elborította a repkény és a moha, károgott valamit arról, amit a nagyanyja hallott másodkézből, hogy a keleti ködökből árnyak libbentek be annak az elérhetetlen háznak egyetlen ajtaján, mert az ajtó közvetlenül a szírt peremén van, a tenger felüli oldalon, és csak a tengerről, a hajókról látható. Végül, mert annyira sóvárgott különös új dologokra is nem tartotta sem a kingsportiak félelme, sem a nyaralók szokásos tunyasága, alni rémületet keltő elhatározásra jutott. Konzervatív neveltetés ellenére, vagy éppen azért, hiszen a hétköznapi élet szüntelen vágyakozást szül az ismeretlen után, esküvel fogadta, hogy megmásza azt a messziről elkerült északi szírtet, s meglátogatja azt a természetellenesen ódon kunyhót az égben. Józanabbikénje nagyon meggyőzően érvelt mellett, hogy a házat olyan emberek bérlik, akik a földnyelv belsejéből közelítik meg, a miszkatónik torkolata mellett húzódó, könnyebben megmászható perem mentén valószínűleg Arkhamben foglalatosságaikat, tudván, hogy a Kingsportiak mennyire szívelték jelenlétüket, vagy talán nem tudtak lemászni a sziklákon a Kingsporti oldalon. Olni fölment a kisebb sziklákon addig, ahol a nagy szír szökkent föl arcátlanul, hogy frigyre lépjen égi dolgokkal, és megbizonyosodott arról, hogy egyetlen emberi láb sem képes megjárni a szírtet, sem fölfelé, sem lefelé azon a meredek déli oldalon. Keleten és északon több ezer láb magasba nyúlt fölmerülegesen a vízre, így csak a nyugati oldal maradt, földnyelv belseje, Arken felől. Egy augusztusi hajnalon Olni elindult, hogy utat találjon ehhez a megközelíthetetlen szírthez. Északnyugatnak tartott, kellemes mellékutakon elhagyta a hoppertavat és a régi vörös téglás puskapormalmot, ahová a legelők fölkanyarodnak a miszkatónik partja fölött, és kedves kilátást nyújtanak Arkenfehér, György korabeli tornyaira, a folyón és a kaszálókon túl. Itt talált egy árnyas utat Arken felé, de egyetlen ösvény sem vezetett a tenger felé. Erdők és szántók tömörültek össze a folyótorkolat magas partjánál, de az ember jelenlétének egyetlen jele nélkül. Nem volt ott egyetlen kőfal, de még egy eltévedt tehén sem, csak a magas fű, az óriás fák és a vadrózsák szövevénye, amiket még az első indiánok láthattak. Ahogy lassacskán kapaszkodott föl kelet felé, egyre magasabbra a baján elterülő folyótorkolat fölé, és egyre közelebb a tengerhez, észrevette, hogy az út egyre nehezebb lesz, és elgondolkozott, hogy annak a barátságtalan helynek a lakói vajon hogyan értékel a külvilágot, és vajon gyakran jártak-e kereskedni Arkembe. Azután a fák fogyatkozni kezdtek, és messze maga alatt látta Kingsport dombjait, tornyait és ódon háztetőit. Még a központi domb is csak törpének látszott ebből a magasságból, és alig tudta kivenni az egyház közösségi kórház melletti ősi temetőt, ami alatt a szóbeszéd szerint iszonyattal teli barlangok és üregek rejtőztek előtte csak gyérfű volt, csenevész áfonyabokrok, azokon túl pedig a szírt csupasz sziklája és a retteget szürke kunyhó vékony csúcsa. A hegygerinc egyre keskenyebb lett, és olni szédülni kezdett magányosságától az égben, délre tőle a félelmetes szakadék Kingsport fölött, éjszakra a majdnem mérföldnyi magas függőleges fal a folyó torkolatáig. Hirtelen egy nagy szikla tárult elő, tíz láb mély, úgyhogy kezén függeszkedve kellett leereszkednie, majd leugrani a ferdetalajra, azután pedig kockázatosan fölmászni egy természetes szoroson a túlsó oldalon. Hát, ezen az úton járt annak a rejtélyes háznak a népe föld és ég között. Amikor kimászott a hasadékból, reggeli köd gyülekezett, de tisztán látta maga előtt azt a gőgös és szentségtelen kunyhót, Falai olyan szürkék, mint a szikla, és magas tornya merészen nyúlik a tengeri pára tejfehérjébe. Észrevette, hogy nem volt ajtó ezen a benti oldalon, csak néhány apró ablak, 17. századi stílusú, olmozott ablaküvegekkel. Körülötte minden kaotikus felhőbe merült, és semmit sem látott a határtalan űrfehérségén túl. Egyedül volt az égben ezzel a különös és nagyon nyugtalanító házzal, és amikor körbe került, és meglátta, hogy a fal a szikla peremén áll, úgy, hogy egyetlen keskeny ajtót csak a puszta éterből lehet elérni, olyan határozott félelmet érzett, amit nem lehetett csupán a nagy magassággal magyarázni. Nagyon különös volt, hogy ennyire szuette zsindejek még kitartsanak, és az ennyire porladozó téglákból még mindig álljon a kémény. Ahogy a köd egyre sűrűbbé vált, Olni körbe tapogatózott az északi, Nyugati és déli oldalon lévő ablakoknál, de mindegyik zárva volt. Bizonytalan örömet érzett, hogy az ablakokat zárva találta, mert minél többet látott a házból, annál kevésbé kívánt bejutni. Azután egy hang torpantotta meg. Zár csikordult, retesznyi kordult, amit hosszú nyekergés követett, mintha valaki egy nehéz ajtót nyitna ki, lassan és óvatosan. Mindez a tenger felüli oldalon történt, amit nem láthatott, ahol a keskeny ajtó a csupasz űrre nyílt, sok ezer lábnyira a hullámok között a ködös égben. Azután súlyos, határozott lépéseket hallott a konyhóban, majd kinyíltak az ablakok, először az északi vele ellentétes oldalon, azután a nyugati oldalon éppen a sarkon túl. Ezután következtek volna a déli ablakok a nagy, alacsony eresz alatt, ahol ő állt, és meg kell mondani, hogy több mint kényelmetlenül érezte magát, amikor a szörnyű házra gondolt az egyik oldalon, és a csupasz űrre a másikon. Amikor a lépések a közelebb eső ablakok felé közeledtek, ismét átkúszott a nyugati oldalra, a falhoz tapadva az éppen kinyitott ablakok mellett. Nyilvánvaló volt, hogy a tulajdonos jött haza, de nem a föld nyelv belsejéből jött, sem valami józanészel elképzelhető ballonból vagy léghajóból. Ismét fölhangzottak a lépések, és Olni Ézak felé hátrált, de mielőtt rejtek helyett talált volna, egy hang szólította lágyan, és tudta, hogy szembe kell néznie a házigazdával. A nyugati ablakból egy nagy, fekete szakállas arc bújt elő, amelynek szemében sohasem észlelt látványok tükörképei csillogtak, de a hang gyöngéd volt és különös, régies szavakkal szólt, így hát Olni meg sem borzongott, amikor az ablakon kinyúlt egy barna kéz, hogy átsegítse az ablak párkányon abba az alacsony, fekete tölgy burkulatú, Tudor bútorokkal berendezett szobába. A férfi régies öltözéket viselt, és tenger és a büszke gályákról szóló álmok kortalan ismeretének levegő jelenkte körül. Olni nem tudja felidézni a csodákat, amikről mesélt, sem azt, hogy ki volt ő, de azt mondja, hogy különös volt és szívélyes, az idő és a tér mérhetetlen távolságainak varázsával teli. A kicsiny szobád zöld és derengő fény világította meg, mintha a vizen átjönne, és Olni látta, hogy a keleti ablakok nem voltak nyitva, homályos tábláik, mint régi üvegek zárták ki a ködös étert. A szakállas gazda fiatalnak látszott, de szeme ősi titokba merült, és csodálatos, ősrégi dolgokról szóló meséiből arra lehetett következtetni, hogy a városka népe igazat mondott, amikor úgy tartotta, hogy a gazda beszélt a tenger ködeivel és az ég fellegeivel, amióta csak volt város, hogy nézze hallgatag otthonát a síkságról. Az idő múlt, és Olni csak hallgatta a régi idők és távoli helyek históriáit, hogy Atlantis királyai hogy harcoltak a tengerfenék szakadékaiból előbukkanó, síkos bőrű szörnyekkel, és hogyan pillantják meg még mindig az elveszett hajók Poseidón oszlopos, hínáros templomát éjfélkor, és attól a pillanattól kezdve tudják, hogy elvesztek. Felidézték a titánok éveit, de a házigazda elbátortalanodott, mikor a káosz első korszakáról beszélt, mielőtt az istenek vagy az első szülöttek a világra jöttek volna, és amikor más istenek járták táncaikat, hatek klacsúcsán, ultár külsivatagában, a Sky folyón túl. Ebben a pillanatban kopogtattak a szögekkel kivert ódon tölgyfa ajtón, amint túl csak a fehér felhők káosza örvény lett. Olni rémülten felugrott, de a szakállas ember intett neki, hogy maradjon csöndben, és lábujjhegyen az ajtóhoz ment, és kinézett a parányi kukucskálón. Amit látott, az nem tetszhetett neki, mert az ujját az ajkához illesztette, majd lábujjhegyen körbejárt, és bezárta az összes ablakot, mielőtt visszatért volna a régi, magas támlájú székéhez vendége mellé. Ezután Olni egymás után látta a kis homályos ablakok áttetsző négyzetei mögött felbukkanni, a kopogtató, furcsa fekete körvonalait, amint alaposan körülnézett mielőtt elment volna, és boldog volt, hogy házigazdája nem felelt a kopogtatásra, mert a nagy káoszban különös dolgok vannak, és álmok kutatójának vigyáznia kell, nehogy a rosszakat ébressze föl. Azután gyülekezni kezdtek az árnyak. Először kis, alattomos árnyak az asztal alatt. Majd merészebbek is a faburkolatú sarkokban. És a szakállas ember titokzatos imádkozó mozdulatokat tett, és hosszú gyertyákat gyújtotta a különös veretű gyertyatartókban. Gyakran nézett az ajtó felé, mintha várna valakit, és tekintetét egyszer csak egyetlen kopogtatás viszonozta, amit valami nagyon ősi és titokzatos jel követett. Ezúttal a gazda ki sem pillantott a kukucskálón, hanem lelökte a nagy tő egy gerendát, félretolta a reteszt, és szélesre tárta a nehéz ajtót, a csillagok és a köd előtt. És akkor elfeledett harmóniák dallamára, a szobába áramlott a mélyből a föld letűnt nagyjainak összes álma és emléke. Aranyláng nyelvek táncoltak dúsfürtjeik körül, és Olni szédült, mikor hódolt neki. Ott volt Neptún háromágú szigonyával, vidám tritónok és fantasztikus nereidák, és egy delfin hátán egy nagy nyitott kagylóban lovagolt a végés félelmetes ős Nodens, a nagy káosz És a tritónok kagylói kísérteties dallamokat fújtak, és a nereidák különös hangokat csaltak ki a fekete tengeri barlangok ismeretlen lakóinak groteszk, rezonáló kagylóiból. Az ősz Nodens kinyújtotta ráncos kezét, és besegítette Olnit és a házigazdáját a nagy kagylóba, miközben a kagylók és gongok vad és félelmetes hangokat hallottak. És a regék hintója kigördült a határtalan éterbe, és zaja elveszett a mennydörgés visszhangjában. Kingsportban egész éjjel nézték azt a gőgös szirtet, amikor csak a vihar és a köd látni engedte, és mikor éjfél után kihunyt a fény az apró homályos ablakokban, rettegésről és szerencsétlenségről kezdtek suttogni. Volni gyerekei, és kövér felesége pedig a baptisták saját kegyes istenéhez imádkoztak, és reménykedtek, hogy az utazó kölcsön kér valakitől egy esernyűt és kalucsnit, ha az eső reggelre sem áll el. A hajna nyirkos volt, és tengeri köt koronázta, és a bolygók ünnepi harangjai zúgtak a fehér éter kavargásában, és délben elfkürtök zengtek az óceán fölött, amikor olni szárazon és könnyű lábban lemászott a sziklákról, az Ódon Kingsportba, szemében távolítája képeivel. Nem tudta visszaidézni, hogy mit álmodott annak a még mindig névtelen remetének égben nyúló sem azt, hogy hogyan tudott lejönni azon az emberi láb nem járt a sziklán. Egyáltalában nem tudott beszélni ezekről a dolgokról, csak a szörnyű öregemberrel, aki ezek után különös dolgokat mormogott hosszú fehér szakállába, fogadkozva, hogy az az ember, aki lejött arról a szírtről, nem egészen ugyanaz az ember, aki fölment, vagy hogy annak a bajós fehérködnek mérhetetlen tengerében még mindig ott lebeg az elvezet lelke annak, aki valaha Thomas Olni volt. És attól az órától kezdve a szürkeség és unalom egyhangúan vánszorgó évein át a filozófus dolgozott. Evett, aludt és türelmesen végezte a jópolgár illő foglalatosságait. Nem vágyódott már távoli hegyek varázsára, nem sóhajtott már a titkok után, amelyek zöld zátonyként merednek ki a feneketlen tengerből. Napjai egyformasága már nem szomorította el, és képzeletét kielégítették a fegyelmezett gondolatok. Jó felesége egyre kövérebb lett, gyerekei pedig egyre nagyobbak, merészebbek és hasznosabbak, és ha az alkalom úgy hozta, sohasem felejtett el korrekt büszkeséggel mosolyogni. Tekintetében már nem égtek nyugtalan fények, és ha valaha is figyelt még ünnepi hangokra vagy távoli elfkürtökre, ez csak éjszaka fordult elő, mikor a régi álmok szabadon kóporolnak. Soha többé nem láttak Inksportot, mert családja nem kedvelte a fura öreg házakat, és panaszkodtak, hogy kibírhatatlanul rossz volt a csatornázás. A Bristol felvidéken van most gondozott bungalójuk, ahol nincsenek égben nyúló szírtek, és a szomszédok városi népek modern emberek de Kingsportban különös történetek keringnek, és még a szörnyű öregember is elismer valamit, amiről a nagyapja nem beszélt. Mert most, amikor a szél viharosan fújni kezd éjszakról, a magasban álló ódon felől, amely egy az égbolttal, végre megtört az a vészjósló tűnődő csönd, ami mindeddig Kingsport tengerész népének átka volt. És az öregek azt mesélik, hogy kellemes, éneklő hangokat hallanak kiszűrődni, meg boldogságtól csengő nevetést, és azt mondják, hogy esténként az apró alacsony ablakok fényesebbek, mint az előtt. Azt is mondják, hogy a tüzes kör gyakrabban jelenik meg a hely fölött, kéken ragyogva éjszakon, megfagyott világok vízióival telten, míg a szírt és kunyhó feketén és fantasztikusan áll a vadragyogásban. És a hajnali ködök sűrűbbek, és a tengerészek nem olyan biztosak benne, hogy a tenger felül hallatszó tompakongás az ünnepi bújáktól származik de a legrosszabb az egészben, hogy megcsappant a félelem a Kingsporti fiatal emberek szívében, akik éjszakánként figyelni kezdték az északi szél gyönge távoli hangjait. Esküsznek rá, hogy nem lehet baj, vagy kín abban a magas tornyú mert az új hangokban örömlüktetés vele zene és nevetés. Nem tudják, milyen regéket hordhat a tengeri köd, arra a szellem járta északi szírtre, de szeretnének kicsikarni valamit azokból a csodákból, amik azon a sziklán tátongó ajtónok kopogtatnak, amikor a legsűrűbbek a felhők. És a pátriárkák attól rettegnek, hogy egy nap szépen sorra fölkeresik azt az elérhetetlen csúcsot az égben, és megtudják, hogy milyen évszázados titkok rejtőznek a meredek zsindejes tető alatt, mely összefonódott a sziklákkal, a csillagokkal és Kingsport ősi félelmeivel. Abban nem kételkednek, hogy ezek a merész fiak vissza fognak jönni, de úgy vélik, hogy kihunyhat szemükben a fény, és szívükben az akarat. És nem akarják, hogy az Oldon Kingsport kapaszkodó ösvényeivel és ősi homlokzataival unalmasan vonszolja éveit, míg a nevető kórus hangról hangra erősebb és vadabb lesz, abban az ismeretlen és iszonyú sziklafészekben, ahol a ködök és a bennük rejtőző álmok megpihennek a tengertől az égig tartó útjukon. Nem akarják, hogy fiataljaik lelke elhagyja az Udon Kingsport kellemes kandallóit és hollandítatős tavernáit, és azt sem akarják, hogy nevetés és a dal hangosabb legyen azon a magas sziklás helyen. Mert ahogy az újonnan jött hang új ködöket hozott a tengerről, és új fényeket Északról, azt mondják, még újabb hangok még több ködöt és még több fényt hozhatnak, még talán a régi istenek, akiknek a létezéséről csak suttogba beszélnek, nehogy az egyházközség plébánosa meghallja, és eljönnek a mélyből, és kadat ismeretlen hideg pusztaságából, és felütik tanyájukat azon a cudarul alkalmas szírten, a békés, egyszerű halásznép gyöngét dombjainak és völgyeinek közelében. Ezt nem akarják, mert az egyszerű emberek nem szeretik a nemföldi dolgokat. Ráadásul a szörnyű öregember gyakran idézi, amit Olni mondott egy kopogtatásról, amitől a magányos házigazda félt, és a fekete tolakodó árnyról, amit a furcsa, olmozott ökörszemablakon látott habár mindezeket a dolgokat csak az első szülöttek dönthetik el, és addig is a reggeli köd még mindig fölszáll ahhoz a szép szédítő csúcshoz, ahol a meredek tetejű ősi ház áll, a szürke alacsony ereszű ház, ahol senkit sem látni, de ahová az est alattomos fényeket hoz, még az északi szél különös tivornyákról mesél. Fehéren és lebegve száll a mélyből fivéreihez, a fellegekhez, harmatos legelőkről és a leviatán barlangjairól szóló álmokkal telten. És amikor a regék sűrűn szállnak a tritónok barlangjaiban, és hínárvárosokban városokban a kajlók az elsőszülöttektől tanult, vad dallamokat zengik, akkor nagy, legendákat hordozó ködök sereglenek össze az égen, és Kingsport, amely kényelmetlenül fészkel kisebb sziklái között, az alatt a vészjósló szikla örhely alatt a tenger felé csak titokzatos fehérséget lát, mintha a szikla pereme a világ pereme volna, és bóják ünnepi harangjai szabadon zúgnak a regék birodalmának éterében. Fordította egy Judit